A Mi Hazánk mozgalom szerint sem 1990-ben, sem azóta nem sikerült véghez vinni a rendszerváltást, hiszen például sem a kommunista rendszer vezetőinek, sem a rendszerváltás kisiklatóinak, árulóinak, a rabló privatizáció felelőseinek elszámoltatása nem történt meg. Már a kezdetekkor bűn volt az Étényi Takácsféle igazságtételi törvényjavaslat alkotmánybírósági megsemmisítése. Erre a felelősségre előszeretettel hivatkozik például Gulyás Gergely is, csak azt mindig elfelejti hozzátenni, hogy akkor az országgyűlésben az egyetlen olyan párt, amely egységesen a törvényjavaslat ellen szavazott, az a Fidesz volt. A kommunista elnyomást a Mi Hazánk mozgalom szerint liberális rablóprivatizáció követte, a nemzeti vagyont elherdálták, a politikai hatalmukat átmentett kommunisták, vagy a velük lepaktált pártok vezetői. Az elmúlt 30 évben eddig minden politikai formáció feladta antikommunizmusát, és kiegyezett, vagy akár pozícióba is juttatott egykori állampárti vezetőket. Rögtön a kezdetekkor szembeötlő az SZDSZ árulása, amely harcos ellenzékiből vált a korábbi pufajkás és ügynök Horn Gyula koalíciós partnerévé. Szorosan a nyomában ott van a Jobbik, amely még alapító nyilatkozatába is foglalta, idézem, a Jobbik előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összefort szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Ehhez képest Gyurcsány Ferenc volt KISZ KB titkár pártjának csatlósává váltak, összefogva a DK-val támogatták Gyurcsány Ferenc embereinek pozícióba kerülését a legutóbbi önkormányzati választásokon is. De ne felejtkezzünk el a lehet más a politikáról sem, amely szintén Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alakult meg, ezzel a névvel, és mégis összefogtak az összödi beszéddel lebukott volt miniszterelnökkel. A Jobbik és az LMP továbbra is próbálja játszani a szűzlányt, azonban lefeküdtek Gyurcsány Ferencnek. Az SZDSZ, a Jobbik és az LMP antikommunizmusának feladása az ő pálfordulásuk volt a rendszerváltás három legnagyobb politikai árulása. A Fidesz ugyancsak kiegyezett a kommunistákkal, hiszen még 2010 után is a kétharmados győzelmüket követően az általuk fülkeforradalomnak nevezett választás után a magyar kormánynak tagja lehetett egy 3/2-es ügynök, aki Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök, szintén D209-es ügynök kollégája volt. A Mi Hazánk mozgalom tehát az egyetlen párt, amelynek a politikáját nem befolyásolják semmilyen szinten kommunisták. Három legfontosabb antikommunista követelésünkről is szót kell ejtenem, hiszen az elmúlt 30 év bal és jobboldali kormányainak közös bűne, hogy a mai napig nem történt meg, például a 2060-ig titkosított állambiztonsági múlt, így többek között az ügynöklisták feltárása, nem történt meg a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, valamint az egykori pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása sem. Ugyanis az egykori kommunista vezetők, például a KISZ központi bizottságának titkára, Gyurcsány Ferenc, ebben az elvileg új rendszerben szintén meghatározó politikus lehet, országgyűlési képviselő, ahogy többek közt az MSZNP KB tagjai is országgyűlési képviselők lehettek még 2010 után is az MSZP soraiban. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely kitiltaná a közéletből, sőt az állami cégek éléről is eltámolítaná a pártállami vezetőket. Ilyen lusztrációs törvényre egyébként van példa a velünk hasonló sorsú országokban, Lengyelországban például, míg Magyarország szégyene a rendszerváltás kisiklatása ezen a téren is.